A csont szervetlen alkotó részeinek kimutatása. Zsírtalanított csontot 10%-os sósavoldatba teszünk. A csont és a sósav határfelületén szinte azonnal megfigyelhetők a fejlődő gázbuborékok. Egy nap múlva a csontot kivesszük a sósavból, vízzel leöblítjük, és megfigyeljük mechanikai tulajdonságait. Jól látható, hogy a csont puhává és könnyen hajlíthatóvá vált. Ennek oka, hogy a sósav széndioxidgáz fejlődése közben kioldotta a csontból annak szilárdságát okozó szervetlen alkotó részeit. A csont rugalmasságát adó szerves rostjai a sósavval nem reagáltak el.